Egy év alatt harmadával csökkent az adóvégrehajtások száma, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint. A fizetési felszólításokra teljesítik az adózók a befizetéseket, így kevesebb az inkasszó és a követelésfoglalás. A végrehajtások élén a szomszédos Debrecen áll, adta közre a NAV. A legtöbb végrehajtás a közép-magyarországi régióra tehető, Debrecen, Miskolc és Pécs után jön Nyíregyháza a sorban. Továbbra is az inkasszó a leggyakoribb végrehajtási forma és a legnagyobb értékű. A végrehajtások 65%-ában így szedi be az adósságot a hatóság. Az adóhátralékosok 108 milliárd forintot fizettek be tavaly az államnak. Összességében kevesebb a végrehajtás és javul az adófizetési morál. Ez az útdíj fizetési rendszer, valamint az online pénztárgépek óta jellemzőbb. Határidőre befizetik az adót a cégek, a jogkövető magatartás az adóminősítési rendszernek is köszönhető. Ennek a lényege, hogy a megbízható adózók pozitív elbírálásban részesülnek. Például az áfa kiutalási kérelmet 45 napon belül teljesíti számukra a NAV, 2018-tól pedig 30 napra csökkentik az utalási időt. Kedvezmény továbbá, hogy adatszolgáltatás elmulasztása vagy hibás benyújtása esetén bírság kiszabása nélkül hívják fel a cég figyelmét a mulasztás pótlására. Magyar Norbert, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának sajtóreferense a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Mennyire írható ez konkrétan siker számlára ezek az eredmények, hiszen jelentős mértékben csökken a végrehajtások száma? A végrehajtások darabszáma valóban csökken, azonban a végrehajtási cselekmények ugye nem csökkennek, hiszen a konkrét végrehajtás maga az inkasszó is, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az első negyed évben, tehát az azt jelenti, hogy 2017. januártól áprilisig 18 ezer ilyen inkasszó eljárásunk van, és egyébként 30 ezer darab folyamatban lévő ügyről beszélhetünk, tehát olyan jelentős csökkenésről igazából nem. Itt a végrehajtásnál talán az ingó és az ingatlan foglalások, tehát a helyszíni eljárásoknak a darabszáma az, ami csökkenhet, ugye itt az adó és a végrehajtási törvények módosítása kapcsán, hiszen tapasztaljuk mi magunk is azt, hogy az adózói minősítés olyan hatással van már az adózókra, hogy talán szívesebben tesznek eleget az adózási kötelezettségüknek saját maguktól, illetve hogyha valamilyen mulasztást követnek el, ugye itt a megbízható adózók vonatkozásában egy felszólítás sokkal hatékonyabbnak bizonyul mostanában, mint hogyha adóbírsággal, illetve késedelmi pótlékkal sújtott akár inkasszót teszünk a számlára, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az elmaradt hátralékokat nyilvánvalóan könnyebben fizetik, és akár jobb szívvel is fizetik meg az adózók, abban az esetben, hogyha csak egy felszólítást, egy jelzést kapnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felől, hogy milyen jellegű hiányosságuk jelentkezett esetleg egy feltárt vizsgálat során. Az adósok elbírálása, minősítése mennyiben befolyásolta magának az adóhatóságnak a hatékonyságát? Hát egy másfajta ellenőrzési és végrehajtási szemléletmódot írt elő nekünk ez a fajta adózói minősítés, és azt gondolom, hogy az adózókban is megmozdított valamit, hiszen itt ugye megbízható és kockázatos adózókról és e között lévő normál adózókról beszélünk. Csak egy picit elevenítsük már fel, hogy mi mivel jár. A pozitív lista és a negatív lista. Igen, ugye itt jó és rossz adózókról is beszélnek, ugye, hogyha valaki megbízható adózónak minősül, akkor egy kedvező bejárási menetben részesülhet, hiszen az azt jelenti, hogyha valamilyen hiányosságot tárunk fel nála, nem az az első, hogy meg fogjuk bírságolni, hanem felszólítjuk, mint ahogy a végrehajtás esetében is először felszólítással élünk, illetve hogyha mégis bírság kiszabására kerül sor, akkor a kiszabható bírság 50%-áig bírságoljuk az adózót, tehát ez is egy jelentős könnyítést jelent a részére. Illetve természetesen ugyanez fordítva is igaz, hiszen a kockázatos adózók esetében a maximum bírságot szabjuk ki, illetve az eljárás is meghosszabbódik, tehát az azt jelenti, hogy sokkal tovább vizsgálhatjuk, kutathatjuk az adózóknak a hiányosságait, mint egyébként ugye a jogszabályban előírt keretek ezt lehetővé teszik, úgyhogy mindenképpen érdemes arra odaügyelni, hogy ki milyen minősítést kap, és természetesen azért az fontos megemlíteni, hogy ezekből a minősítésekből, akár a rosszból, akár a jóból, ugye itt pozitív és negatívról tett említést az előbb, át lehet kerülni egy másik csoportba is. Ugye kockázatos adózóból nehezebb már megbízható adózóvá válni, azonban ez sem lehetetlen. Negyed évente minősíti egyébként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózóit. Ugye itt viszont nem csak az előző negyedéves teljesítményt
veszük figyelembe, hanem egy hosszabb időszakot vizsgálunk. Ugyanakkor a kockázatos adózó cégek utóéletét, illetve a cég tagok utóéletét is jobban követik? Így igaz, ez nem csak a kockázatos adózók esetében jelentkezett, hanem ez korábban is a végrehajtási eljárásunknak egy szerves részét képezte, hiszen nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy csődbűncselekményekkel próbálják az adózók bedönteni azokat a vállalkozásokat, amelyeket esetleg fiktív céllal hoztak létre, vagy áfacsalással, vagy körbeszámlázással érintett cégekről beszélünk. Itt a cég vezetőknek a felelősségét próbáltuk fölkutatni, és a mai napig is igyekszünk azt a háttérmunkát elvégezni, amivel a vagyonfeltárással a végrehajtást hatékonyabbá tudjuk tenni, illetve azokat a cégvezetőket is nyomon követjük, akik a későbbiekben esetleg egy másik fajta céget próbálnak alapítani, vagy nincs is erre már utána lehetőségük, vagy pedig igyekszünk azokat a cégeket, amelyeket megalapítanak 180 napon belül minél hamarabb ugye levizsgálni, és előzetes ellenőrzés alá vonni, hogy ne esessen meg az eset, hogy esetleg másik cégbe mentik át a vagyont. Ugye nagyon gyakori a vagyonkimentés esete is. Itt akár polgári peres úton is igyekszünk érvényesíteni az érdekeinket, vagy közigazgatási eljárás során megtámadni azokat az ajándékozási szerződéseket esetlegesen, amelyek vagyonkimentés céljából történnek meg. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy nagyon sok adós igyekszik abban a pillanatban, amikor megkezdődik egy végrehajtási eljárás, vagy esetleg még előtte egy ellenőrzés során kimenekíteni azt a fajta vagyont, amely ugye tartozik a Nemzeti Adóvédelmihivatal felé. A hatékony adóbehajtásról, akár a végrehajtásról, akár a fizetési fel, mindegy, bármelyik formája, mondhatjuk, hogy pozitívan hat az adózási morálra, ugyanúgy, ahogy a bűnmegelőzésre is azt mondják, hogy a feltárt bűncselekmények száma a legerősebb bűnmegelőző hatás. Mindenképpen, hiszen az adózók tapasztalják azt, hogy azokat a fajta vagyonkimentéseket már nem tudják megvalósítani, amelyekre a korábbi években akár cégeket vagy céghálózatokat építettek rá, és próbálták eltüntetni azokat a vagyonokat, amelyekkel ugye hátralékot halmoztak fel. Itt sok esetben akár országokat áthálózó áfacsalásokról is beszélhetünk, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal most már olyan kapcsolatot ápol a külföldi adóhatósági szervezetekkel is, hogy országokon átívelő áfacsalásokat is igyekszünk felderíteni, és nagyon hatékonyan igyekszünk felderíteni, és le is tudjuk foglalni, illetve vissza is tudjuk szerezni azokat a kimenekített vagyonokat, amelyek esetleg Magyarországról tűnnek el. Megvan-e ehhez a megfelelő apparátus most már minden adóhivatalban? Természetesen az apparátus mindig bővíthető, a technikai feltétel mindig javítható. Azonban azt hiszem, hogy ezek a törvényi feltételek sokat segítenek a hatékonyságon, illetve a végrehajtási eseteknek a felderítésében is. Más megyékhez viszonyítva, a Szabolcs megye hol tart ebben a tekintetben? Mennyire sikeresek a megyei adóügyi szakemberek? Ha a megyei viszonylatokat tekintjük, akkor elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az idei negyedében 2 milliárd forint bevételt sikerült behajtani mindez idáig. Hogyha más megyékkel összevetjük, akkor magasan vezeti a prímet ez a fajta listázás. Azonban azt is meg kell nézni, hogy ugye itt milyen jellegű adósok jelentkeznek, illetve más megyék vonatkozásában milyen jellegű cégek jelennek meg, illetve leányvállalatok, azok, amelyek esetlegesen tartozásokat halmoznak fel. Tehát nem biztos, hogy egyfajta jó összehasonlítás az, hogy a megyei dolgozóinkat versenyeztetjük meg ebből a szempontból. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen, mint ahogy minden megyében, itt is a kollégáink maximálisan igyekeznek eleget tenni az elvárásoknak, és felkutatni azokat a végrehajtási módszereket, amelyekkel minél hatékonyabban tudják a bevételeket növelni, és a végrehajtási állományt pedig csökkenteni. Magyar Norbert, köszönjük, hogy befáradt hozzánk ma este. Én is köszönöm.